Sziasztok, jó napot kívánok, kellemes időtöltés mindenkinek, az M3 Autópark felé tartunk ezzel a szuper jó kis Kia Ceeddel, és nem csak azért szuper jó, mert 57.904 km van benne, és ugye összesen egy gazdája volt, hanem az, hogy még automata váltós is ez a gép, és ezt mind igazolni is tudjuk, ugye, mint látjátok, itt van mellettem a komplett szerviz paksaméta a srácoknál, Feri és Peti kollégámnál, és itt van velem egy vizsgalap, és ezt kivesszük sebességből, így, és megnézzük, kinél mi van. Szerintem kezdjük azzal, hogy friss műszak is az autónk, tehát 25. 3. hó 7-ig lesz műszaki vizsgátok, amikor elviszitek, de ez például rögtön már is tudjuk itt Concerton lévő jármű műszaki adatlappal ellenőrizni, hogy igazi ez a tétel, 25. 3. hó 7-e, ez a Kia Ceed. Én azt gondolom, hogy ez az autó. Megnézzük a szervizkönyvét is ennek a gépnek. Amúgy ugye egy gazdás volt, egy hölgyé volt, 81-es születésű, 2008. 5. hóba vásárolta, és ez végig az ő tulajdonában volt. Szerette és foglalkozott vele, és hogyha megnézitek, egészen új korától kezdve, innen indul, 2008. 8. az első szerviz, és ha végignézegetjük, akkor én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül ritka dolog, hogy valaki ennyire odafigyel az autójára, és rendszeresen viszi a gépét ellenőriztetni, és be is tellett különben, mert ez már a karosszériára szól, és itt az utolsó bejegyzését látjátok, 22. 5. hóban volt egy szervize 55 000-nél, és én kihúztam a nívópálcát belőle, és teljesen aranysárga finom olaj van az autóban, hát ugye 2000 kilométert mentek vele azóta. Amúgy minden működik benne, minden helyesen, rendesen, jól teszi a dolgát. Kipróbáltam az elektromos ablakokat, ez 4 darab elektromos ablak, behúztam ide a tükröket szépen ide az üveg mellé, aztán ugye van benne a ABS, van benne menetstabilizátor, ezt ki lehet kapcsolni belőle, a bőrkormányunk gyönyörű, újszerű, teljes mértékben, és a kormányról vezérelhető zene is tökéletesen és szépen szól, megvannak a gyári kulcsai, mind a kettő ugye, itt mindenki elhambolt, hogyha ezt látja különben, működik úgy benne ugye a bordkomputer, lehet nézni a fogyasztásokat, órát, időt, és ugye 16 fok van kint, ezt is látjuk. A CD rádió üzemel benne, a digitális klíma tökéletesen teszi a dolgát, és ez az autó, ez teljesen dohányzásmentes, originál, és még ez a kis gyújtó szerszámocska, ez is teljesen originál, lehet, hogy most kapott először levegőt. Vissza is teszem a helyére, van egy csomó csatlakozónk, ott látjátok AUX, iPod, USB, hűthető kesztyűtartó és kikapcsolható légzsák, amit itt állunk az autóban, ezen kívül sötétedik a tükör, és van benne függöny légzsák is, és most megnézzük a mociát, mert hogy az se az általános, hanem ugye ez 1.6 benzinmotor, ebből jóval kevesebbet találtok, itt azért nagyobb az erő, jobb érzés közlekedni vele, jobban is megy, ugye előzés szempontjából is minden szinten az 1.6-os a keresettebb darab. Itt ezt mutatom, hogy mennyire szép az ülése, tényleg gyönyörű, nincsen abszolút kiülve, állítható magassága rendelkezik, meghúztam meg. És ez nagyon szép kék metál színű autót nézegetünk, Bristol márkájú, nagyon szép és újszerű, téli gumiszett van rajta. Kötfényszórót láttok itt, működő világítást, alvásszámot tudjuk itt megnézegetni, itt pedig a motortérbe tudunk bekukucskálni, itt is egy-két dolgot meg tudunk nézni, miben, hol, mennyi folyadékszint, és ami nagyon fontos, itt szintén ugyanarról a dátumról egy 55.194-es olajcserét láttok, GTX olajat tettek bele, ez pedig tökéletesen, szerintem hibátlanul dolgozik, Szakinak meg lehet mutatni, meghallgatjátok közösen velük együtt. Szia! Szia! Húha, itt egy ovi mellett álltam meg, és azonnal lettek barátaim. Szia! Na nézzük azt a hátsó csomagteret. Halló, szia! Én meg videózok. Aha, ezt az autót. Na nézzük a csomagteret közben, mi barátkozunk az ovisokkal. Azt mondja, hogy vagy a pótkerék benne van, tök szép, egészséges itt minden, megvan az összes tartozéka, és ugye ez a kis tárca is gyönyörű szép új, le lehet dönteni az üléseket, kalaptartó pedig benne van, a gázrugó pedig hibátlanul tartja a hátsó ajtónkat. Ide belekukucskálunk, akkor megint csak ezt az újszerű élményt fogjátok kapni majd. Könyöktámasz, fejtámla, függöny légzsák, itt a jelzések, minden oszlopban benne van, A, B, C oszlopban a légzsák jelzés, és ugye a hátsó ablakok is ugyanolyan automata funkciósan teszik a dolgukat, mint az elsők. Rá is van írva minden négyre, hogy autó. Na nézzük, nézzük az autót. Magát. Kicsit szembefény van, de hát ez van, megy le a nap. Így né. Kiengedjük a kéziféket. Ezt betesszük ebbe a kis dénes fokozatba. Már mehetünk is vele, visszafelé. Szépen vált a váltó. Szép kis narancssárga színű ez a műszerfal világítás. Ha oda lépünk neki, akkor szépen megindul, mindjárt meg is nézzük itt ezen a kis egyenes szakaszon, hogy és amikor megbillen a fordulatszámérünk, akkor kapcsolódik egy következő sebesség. Üzemi hőfokon vagyunk, van egy kis üzemanyagunk még ott jobb alul. A kormány az tényleg fantasztikus, tökéletes, mintha új lenne. Szépen egyenesen megy. És csak úgy siklik itt ezen az ócska úton. Nincsen futóműzaj, nincs kipufogó zaj. Jól megy, jó vele autókázni. Most pedig, ahogy visszaértünk, akkor szépen be is tolatunk. Megnézzük azt is, hogy ez hogy teszi meg nekünk. Megálltunk. R. Ez megjelenik a műszerfalon is, ott az R betű. És akkor begurulunk. Hát ennél szebbet, jobbat, többet nem tudok nektek mondani. El kell jönni, meg kell nézegetni ezt a járművet. Én azt gondolom, hogy egy rendkívüli ritkaságot mutattam, ilyennel azért sokat mi sem találkozunk. Egy teljesen újszerű autó, annak ellenére, hogy 2008-ban gyártódott és akkor került a forgalomba. Bátran gyertek el, ezt amit itt láttok, ez nem fogjátok itt hagyni, ez biztos. Szerintem aki egy automata autót szeretne, szép és jó állapotban, az megtalálta nálunk az M3 Autóparkba. Ugye tudjátok, hol vagyunk Budapesten, a 15. keletben, a Szentmihályi út 90 számban kell keresni a masináinkat. Nem baj, ha megnyomjátok ezt a jelet, és meg is köszönöm. Sziasztok, a viszontlátásra!